menni, távolabb kerül a mai ember a természettől, annál távolabb kerül Istentől, menni közelebb van újra, ott a teremtés művébe, annál közelebb kerül, közel lenne jó Istenhez. Él egy ember a zalai dombok között, akit munkája egyszerre 16 faluba szólít. Úton van hétköznap, hétvégén, és leginkább úton van vasárnap. Hivatása, munkája egy és ugyanaz. Katolikus pap. Úgy hívják Kondákor Gyula, ő a csesztregi plébános. 1959. október 24-én születtem. Tölnyi Szent Miklós, nem messze van, de Csesztrákhez, 25 kilométer. Onnit származom, ott éltek szüleim, és ott gyerekeskedtem, onnit indult el a papi hivatásom is. Volt egy kedves lelkipásztorunk, akit úgy hívtak, hogy Vizi József, nagyon szerette a gyerekeiket, ezt a gyerekszeretet megörököltem tőle, mert hasonlóképpen szeretem én is nagyon a iskolás gyerekeket, fiatalokat is, és hogy mindenki, ez a, hogy az ő példájából is láttam, hogy miért lesz érdemes papnak lenni, amikor foglalkozott ez a gondolat egészen kicsi koromban. Tehát hamar még nem voltam iskolás, én már akkor misézgettem oda-haza. Tehát szegény nagymama ugye térdelt a padlón, és ugye nem engedtem elő fölkelni, még a szöveget el nem mondtam. Ez külön érdekessége a hivatásomnak. És aztán ugye változott. Közben akartam lenni, közben nem akartam lenni. Akkor mondták, hogy a gyerekből biztos pap lesz, akkor én tiltakoztam mindig a legjobban ellene, hogy én nem leszek pap. Aztán telt múlt az idő, ugye helyben elvégeztem az iskolát, kedves tanáraim voltak. Aztán a Lenti gimnáziumba folytattam a tanulmányaimat, ahonnét indultam el a papi szolgálatra, papi hivatásra. Nagyon szép négy esztendő volt a Lenti gimnáziumba, és úgy lassan vissza megérett bennem az egykori vágy, hogy mégiscsak jó lenne papnak lenni. Igazi magyarázatot nem tudok ráadni. Sok minden motivált a lelkipásztorok, Panák Jenő plébános is, aki később átvette a plébánia vezetését. Megtaláltam a szépet, de úgy igazából talán az oltárnál szerettem meg a templomba szolgálni. Szerettem a templom szépségét, akkor is már, mint most is, szolgálatot tevő papként és szolgáló lelkipásztorként is. Most is nagyon szeretem a templomoknak a szépségét. A templom hangulata is hozta, hogy jó lenne az oltárnál szolgálni. Az ember akkor nem érzi, hogy igazából, hogy mire vállalkozik. Van egy kedves indítatásom az egészre, hogy szentírási része, ami úgy később kristályosodott ki bennem, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki benneteket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt, mondja az Úr Jézus az apostoloknak, és valahogy talán az én életemben is így van, hogy nem is én akartam annyira pap lenni, hanem egy meghívás, amit úgy nem lehet elmondani, mert tulajdonképpen nem én választottam, hanem egy hívás volt, egy belső lelki késztetés volt, ami oda belelőtt, hogy hát vállalkozzam a megmérettetéssel, a papi szolgálatra, ami tulajdonképpen hát nagyon szép is, de nagyon nehéz is egyúttal. Aztán 2 évet szolgáltam a gimnázium után katonaként Marcaliba. Tüzéreg voltunk, becsületesen helytáltunk, nagyon sok éles lövészeten voltunk, és én igen megtanultam az ágyúval, a 122-es ágyutarackkal bánni. Aztán, amikor jött az a szerb háború, például egy érdekességként elmondtam, hogy mi lesz most, mondtam, hozzanak egy 122-eset, és majd én ráülök, ugye, és akkor majd valamit kihozunk belőle. Aztán megtanultam, 2 évet szolgáltam katonaként, ez kezdődött a Győri Papnevelő Intézetben, Hittudományi Főiskolán a 5 év, amikor hát a papi szolgálatra készültünk, és hát ugye rengeteget tanultunk, szentírás, egyházi jog, hitalapelveknek a magyarázat, ami tulajdonképpen az egész szolgálatunknak, lelkipásztorkodásunknak az alapja. 4 éves koromban szenteltek szérpappá, diákonossá, és az érdekesség, hogy a szülőfalumba szentelt diákonossá dr. Póka György püspök úr. Ő volt korábban a győri papnevelőintézet rektora, és szintén falubeli,
és a Fábián Árpád megyéspüspök megengedte, hogy a szülőfalumba, mint helybéli származású püspök, szenteljen helybéli diákonos, és nagy ünnep volt, népünnepé volt szinte, azt lehet mondani, összesen eljött a környék, a zalai rész papsága, tehát ez egy nagyon szép esemény volt, élmény, amikor szerpappá szenteltek, majd a szombathelyi székesegyházba 1985. június 13-án volt a papszentelés, azt a megyéspüspök atya végezte, dr. Fábián Árpád, és az első szolgálati hely a pákai plébánia volt a Magatisz falujával, tehát a mostani, meg a kezdet is hasonlóképpen ugye nagy területen szolgálok. A Cseszegi templomban vagyunk, amely már 1200-as évek végén alapjaiban megvan, 1300-as években a kanonika vizitációnál, mint egyházas hely szerepel, plébániai központtal bír a település, és megvan neki az Árpád-kori temploma. A templomnak érdekessége, hogy belül barokk, kívül pedig megőrizte az Árpád-kori vonásokat, a szentélyvégében a megnyitott ablakok, a torony, a falon kívül jelzi a barna csika ablakok helyét, a románkori ablakok helyét, meg az eredeti magasságot. Belül pedig az Eszterházy család jóvoltából, innen a címerünk a Herceg Eszterházy családi fönt van, megkapta a barokk átépítési formát, és akkor meghallották ezt az Árpád-kori jellegét külsőleg. Templom a Szent Bóris vértanú tiszteletére szentelték föl. Ez a templom, ez pont az átmeneti időszak volt, amikor a barokk már elvesztette a jellegzetességét, aztán a 70-es években pedig kapta ezt a kicsit modern formáját a freskókkal fönt a mennyezeten is, de az érdekessége a templomnak, hogy Szent István király országot alapította a barokk korba. Az öltözékkel, tehát ugye az egész mintha akkor abban az időben zajlódnak, és a oltárképnek az érdekessége pedig, hogy Márián keresztül ajánlja Jézusnak a Szent István a koronát, ez egy érdekes kompozíció, az Ábori művész úr festette meg Szent István és a magyar szentek körében. Templomban fönt a oltárkép fölött a tanító Jézus, az emberek vannak körülötte. Érdekessége, hogy a falusiakat mintázták meg, és az akkori papa, Kalamár atya is meg van festve ezen, akit hallgatja az Úr Jézus Krisztus. Kedves eseményként élik meg és gondolkodik mindenki rajta. Sokan megtalálták a nagyszülőket, van, aki megtalálta magát gyerekként a képen, tehát boldogok, hogy Jézus közelében lehetnek. 2000 őszén vettem át a Cseszegi plébániát a négy faluval, Cseszreg, Zalabaksa, Kerkabarabás, Porszombat, és megmaradt nekem a környék, amit addig elláttam. Öreg papbácsi volt itt előttem, Varga Imre, és ugye azokkal a falvakkal együtt most van 16 falum, egyik pici, másik kicsi, ugye és még vannak nagyobbak, mint Cseszreg, Zalabaksa, Porszombat. A többiek 100-200 lakosú települések, tehát elég nehéz terület, de mégis szép a munka, mert mindenhol várnak. Megyek körbe szentmisét mondani vasárnap, például 5-5, és akkor az ad erőt, hogy mindig új közösség vár.
És az új közösség ugye az most volt neki először szentmiséje. És az olyan lelkesedve énekel, lelkes, meghalottan végzi az egészet, úgy áll neki, és akkor beállítanak engem is egy olyan lelkületbe, hogy mintha most lenne az első, pedig már harmadik, vagy éppen negyedik van, és akkor adnak egy új lendületet a szolgálathoz, és ezért nem tudok úgy elfaradni igazán abban, hogy jönnek egymással a szentmiség. Nyáron este misézek mindig, de ilyenkor ősz beáltával, és akkor hétköznap, naponként, mikor kijövök hétköznap, másik faluban is délutánban, mert akkor jön nekem. Ez a kis építkezés, mert ugye nem csak fizikai építkezés van, lelki építkezés van mindig, ugye a kettő váltogatja itt a falvak között egymást. Aztán hát így van az embernek a szolgálata, ugye minden benne van, aminek ebben kell lenni. Lelki pásztor is, meg gazdasági gondnok is, építő is együttel. Hát de ez itt zajlik. Tulajdonképpen itt a környéken mindenki egy házi temetésben részesül, meg megkeresztelnek minden gyereket, majdnem minden gyerek, hitvonos esetleg egy-két kivétellel, akik nem igénylik, legfeljebb olyan, mind a két vallás, vagy a reformátusok is vannak ezen a vidéken, és katolikusok, úgyhogy mindkét részül azért ragaszkodnak az emberek az egyházukhoz, amelyben megkeresztelték. És ugye általában olyan szoktuk mondani, hogy a bölcsőtől a sírig ugye az egyház szolgálatát igénylik, és ott van mellettük az Anyaszent Egyház. Ez meg viszont úgy igaz, hogy ők is minden munkálatban, majd úgyis meglátjuk a templomoknál, milyen szépen gondoskodnak, és sokszor a kevés létszámán is fönntartják, és szépé teszik ezeket az Isten háza, Isten dicsőségre, és ugye a léleknek, szemnek is örömére, szépségére az épületeket, a templomok belsejét. Van nekem 6 rendes templomom, 3 kápolnám, 3 plébáni épület és egy közösségi ház, és ugye másmikor van egy szép plébánia templom, és egy nagy közösség bejár oda. Itt az erő is megoszlik, az idő is nagyon megoszlik, mert mindenhova el kell menni, és kevésbé jönnek a központba be, tekintettel az elöregedő falvakról van szó. Van egy nagyon jó pénteki programunk, a katolikus találkozó, az összes iskolás gyerek bejár, tehát osztályonként az iskolákból, Szentgyörgyből és Csesznekről, helyből, és itt a kerekai közösségi ház, az Alapbaksa iskolából, a közösségi házba tartunk ilyen programokat, ami a hitéletnek a gyakorlati megvalósítás. Ugye tanulunk hitórán egyfajta rendet, az egyház rendtartását, hittételeit, aztán meg megpróbáljuk játékosan sokszor, osztálymisékkel, úgy életre kelteni. Tulajdonképpen, hogy mit jelent katolikus embernek lenni, mik azok, amik úgy áthatják a katolikus életet, különböző ünnepeknek a tartalma, aztán különböző vallásgyakorlatok, amit ugye illik elvégezni egy katolikus embernek.
ajtót készültök a Bérmár szentségének a vételére, ti is a szentek ajándékát fogjátok megkapni, méghozzá a 7 ajándékot nyisd ki a könyvelet, és azért nézzük meg, mondjuk előtt szépen, melyik a 72. oldalon található szentek 7 ajándékát. Mondjuk együtt, a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a jó tanács lelke, az erősség lelke, a tudomány lelke, a jámborság lelke, és az Isten félelem lelke. A jó tanács lelke miért szükséges számunkra, hogy mit tudjunk adni másoknak? Hogy másokat segítségre nyújthassunk. Mivel? A tanácsokat. Igen. Igen, az életben, hogy biztosd az, hogy jó úton jár például, jó tanácsot tudjál neki adni. Ha kevesen is vagyunk, akkor is az emberek szívesen veszik, ha valami történik ezekben a kis falukból, mert ugye nincs iskola, 3 településen van a 16 falukból iskola, és ugye az egyik megszűnőben van. És várják azt, hogy legyen valami. Szeretik azt, hogy van egy karácsonyi műsor, egy anyák napi műsor, vannak különböző megemlékezések, mint a Doni megemlékezés, ugye aradi vértanúknál 56-os hősök, március 15-e. Ezeket ugye megtartjuk a szentmisék után, kimegyünk, és egy fohásszal, himnusszal, szózattal, imádsággal a hazáért elvégezzük. Kálosztvánban egy nagyon kedves szokás alakult ki a Millenniumi Parkban, hogy ahány szentnek a szobra van a parkban, szentmisék után akkor mindig a legközelebbi vasárnapon kimegyünk, kivonulunk szépen ünnepélyesen oda. És szinte várják, ha véletlen ugye elfelejtem, akkor figyelmeztetnek, hogy nem mentem ki. És úgy motiválja az embereket, hogy azért annak ellenére, hogy ugye hogy visszaszorulóban van a kultúra, meg annyi minden megszűnőben, azért pozitívan veszik az egyház élő igen hirdetését, ünnepeit, meg nyilvánvaló, ugye itt nem annyira úgy van, hogy van a falu, meg az egyházközség, szinte azt lehet mondani, hogy legtöbb faluja, hogy együtt az egész. Meg a másik nem jut el különösebben, hogy református valaki, vagy katolikus valaki. Ugye ilyen falu közösség szintjén próbálunk gondolkodni, itt a önkormányzatokkal is jó a kapcsolatom, és faluba gondolkodunk. Mindenkinek van valamilyen hite is, és érdekesen nyilatkoznak meg erről, mert azért mindenki azzal kezdi, hogy azért hiszek ám én. Csak hát nem mindegy, ugye, hogy az a hit milyen, hogy biztos alapokon nyugszik, és az a hit hozza magával a reményt, meg van benne élő szeretet, vagy pedig most hiszek egy darabig ugye tudok remény, egy darabig tudok szeretni, és akkor ugye, mikor elfogy, akkor nem marad. Hát ugye azért a mi vallásunkban azért ötvöződik az egész, és ugye egymásból alakul, a hitből fakad az életnek a reménye, és hát nyilván ugye a remény hozza magával, hogyha van cél, maga az Isten, ugye akkor a szeretet is beteljesedik, amit ugye hát nem beszélgetni kell róla sokat, hanem valahol megélni a cselekedetekben, a mindennapokban. Sokkal nehezebb, mint úgy gondolkodni, hogy hú, mi megpróbálunk szeretni, és akkor mennyit beszélünk, az, hogy elsikadnak a cselekedetek mellett, hogy a türelem, hogy meghallgassam a másikat. Én a kertben is ugye mindent megművelek, amik lehet, és megtermelem, ami szükséges, elrakom a sajnosságot, főzök legjobbát, mert egyébként be van spázolva sok minden. Szeretem, amivel foglalkozom, ez a teremtés szépségem, vagy az evangéliumban benne van magvető elmény vetni, nem mindegy, hogy milyen talajra esik ugye az Isten igének a tanítása se, meg a veteményes kertben se mindegy, hogy milyen beesik a mag, tehát mi lesz belőle. Meg azt sem mindegy, hogy a csirke hogyan jön meg, hogy ugye jó enni valót kap, vagy nem jó enni valót kap. Mert ha jön, akkor hamar megy a rémcsalágon, akkor nem véletlen veszi az Úr Jézus a sok szép példabeszédet a Szentírásban, az ő életi, melyik hallgatjuk, hogy a magvető szőlő munkásról szól, ugye a jó a pásztorról szól, mert ugye az mind a gondoskodásnak, amit lehet csinálni egy papnak, gyakorlatilag a gondoskodásnak,
a ápolásnak, növekedés, serkentésnek ugye a szép állapot, az tulajdonképpen minden. Az evangélium, hogy nagyon előre van írva. És menni távolabb kerül a mai ember a természettől, annál távolabb kerül Istentől, menni közelebb van újra ott a teremtés művébe, annál közelebb kerül. És azért tudok közel lenni, jó Istenhez minden dologban, mert ugye a teremtés szépségét megszemlélem a kis csirke kikelésébe, a magoknak a csirázásába. Szőlővel is foglalkozom, van oda a szőlőfalomba a szőlő, aztán minden adott ahhoz, hogy egy kicsit evangélium szellembe zajlódik az embernek az élet. Is megvan. Az is megvan, az is házi, úgyhogy azt is tudom, hogy mit ellen. Szokták mondani, hogy hamar, gyorsan egy férfit, ha nehéz dolgot kell odább vinni, és akkor ugye szoktam szerényen jelentkezni, hogy itt vagyok, és akkor azt mondják el, hogy na maga menjen odább, mert maga a pap. Például ugye a pap személyére, hogy ugye, mintha valami külön lény lenne, ez érdekességképpen mondom, tehát ugye, na gyorsan, és akkor mennék oda megfogni, hogy maga menjen innit, mert maga a pap. Hát szóval az ember hogy meglepődik dolgokon, de úgy ez egy ilyen kedves, kicsit komikus is, de mégis ugye van egyfajta tisztelete, vagy nem is tudom, mitosza, vagy hogy fejezzem ki magamat, ugye magának a pap szentelésnek, mint olyan nem közéjük, de mégis közéjük tartozó lény lenne a pap, akit körülvesz egy varázs, mert mégis csak pappá szentelik. Ugye a pap szentelés szertartása is mondja, hogy ugye az emberek közül nyertél kiválasztást, kapod a papi méltóságot. Tehát, hogy ezt valahol az ember úgy megéli. Nagyon szép ünnepeink vannak nekünk. Itt például Kérkai Páternak az emlékezetét ápoljuk, aki a Kalott mozgalomnak a nagy alakja volt, és nagyon sokat megyünk fiatalokkal nyári időben táborozni az utóbbi időben, és helyben is van olyan gyertyás, fáklyás kivonulás ide az újfalusi szobrához, ami hát szinte valósággal fölír egy nagy ünnepénynek, még egy élménynek, hogy mennyire fogékonyak mégiscsak a jóra a fiatalok. Nagyon sok szép karácsonyi műsor van most is, 6 karácsonyi műsorunk volt, 7. volt a Szentgyörgyi Gyerek Otthonban, most már később, és minden a gyerekek nagy örömmel készülnek, amik óriási energiát követelnek az embertől, de szívesen csinálom, mert nagyon sokan eljönnek rá. Aztán most volt egy zarándok találkozunk, és itt el szoktunk menni zarándoklatra az ország különböző részeire, azokkal együtt is sok-sok kedves esemény, kedves történetnek a tanúi vagyunk. Egymás megismeri a környék, és ilyen igazi közösség alakul ki, még akkor is, ha megfogyatkozik ez a vidék. Kérkai atyának a hitvallása, és szeretném én is megvalósítani ezt itt a magyar nép körébe, hogy a 4-es jelszónak eleget tudja tenni és segíteni az itt élő embereket, a 16 faluba, a 4 plébánia, Csesztek, Kerkakutas, Kálocfa és a Szentgyörgyi plébánia érdekében. Az újmisés meghívómon volt egy szép gondolat, amit szeretnék megosztani mindenkivel. Úr Jézus legszebb életút, te nálad lelkünk révbe jut, hogy benned bízni mind nagy jó, a földön nincsen arra szó. Ezek indítottak el, a gondolatok engem is ennek is beszélnek, hogy jó tudjak szolgálni itt az emberek között.